2014 évvége sok szempontból fontos a katasztrófa védelemnek, hogy sikerült zárni az évet. Köszöntöm Önt is és a kedves televízió nézőket és rádióhallgatókat. Összességében elmondható, hogy nyugodt évvégét hagytunk magunk mögött statisztikát látva, értékelve, végül is összességében itt mezőtúr és térségében összesen kettő darab műszaki mentést kellett végrehajtani a kollégáknak, ezek jellemzően árukba csúszások voltak. Adventel, karácsonyjal, szilveszterrel kapcsolatos esemény hál' Istennek, nem történt hogyha megnézzük azt, hogy miért nem történnek ilyen események, hogy a lakosok jobban odafigyelnek ezekre a dolgokra, esetleg foglalkoznak a tájékoztatással, prevencióval. Hát én bízok benne, hogy azok a lakosság tájékoztatók, amelyeket folytatunk, illetve hát tájékozódnak a lakosok, ezeknek a hatása érződik. És hát ez az időszak egy fokozottan nagy odafigyelést igénylő időszak, és úgy látszik, hogy hogy mindenki megszívlelte azokat a tanácsokat, amelyeket adtunk, és hát én úgy gondolom, hogy ennek köszönhetően volt ennyire kevés eseményünk. De azért egy kicsit gondolkozzunk előre, tehát hiába van vége ennek az időszaknak, ma van vízkereszt napja, és a az általánosság az diktálja, hogy ilyenkor szokták otthon a lakosok a feldíszített karácsonyfát lebontani. Esetlegesen, aki még nem bontja le, az avval szembesül, hogy a fenyőfák egyre jobban száradnak, hullatják a leveleiket, tűleveleiket. Fokozottan figyelni kell, hogy ugyanúgy be kell tartani azokat a szabályokat, mint amit a karácsonyi időszak előtt mondtam. Tehát csak akkor működtessük mondjuk a a, fény, a futófényeket, vagy az egyéb olyan dolgokat, elektromos dolgokat, amikor ott vagyunk, a koszorúkat is csak akkor hagyjuk égve a gyertyát rajta, amikor otthon vagyunk, tehát körültekintőek legyünk. És amennyiben lebontjuk, akkor azt annak megfelelően tároljuk, vagy helyezzük el azon a területen, ahova az elő van írva. Én nagyon fontos, hogy az időszak sajátosságából adódóan, erre is fölhívtam már a figyelmet, hogy itt inkább a közlekedés, ami jelenti a fő veszélyeket. Hát új évre azért megérkezett egy fagyosabb időszak, tehát Szilveszter éjszaka is, illetve hát az új év is ezzel kezdődött. Volt egy jegesebb napunk illetve hát most már volt egy pár centi hó is, tehát mindenkit arra kérek, hogy az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjen, és hát készüljön föl, mielőtt útnak indul. Mi az, amivel felkészülhetünk mondjuk a téli gumin és a, a gépkocsink általános téli felkészítésén túl? Hát ezt is többször mondtam már, hogy alapvetően a reggel elindulás előtt azért úgy körbe kell járni az autót, hogyha garázsból állunk ki, akkor is, ha szabad ég alatt éjszakázott az autó, akkor is, hogy föl legyünk készülve az az napi közlekedési útviszonyokra. Ha hosszú távra indulunk, üzemanyag legyen az autóban, megfelelő mennyiségű telefonunk föl legyen töltve, megfelelő esetlegesen pléd vagy pokróc, melegruha legyen nálunk. Esetlegesen, hogyha hegyekbe vagy olyan vidékre utazik valaki, hogy tudja, hogy a, ott a viszonyok jóval mostohábbak, mint mondjuk nálunk, tehát itt a hóra gondolok, vagy a jegesebb útszakaszokra, hólánc legyen az autóban. Egy kis érdesítőanyag, homok, esetleg egy kis zacskóban egy kis lapát. Hogyha véletlenül megcsúszik az autó, lecsúszik az útról, akkor esetlegesen könnyebben euh, tudunk szabadulni, esetlegesen a hófogságából. Ha mégis ilyen helyzetbe kerülnénk, milyen telefonszámokon lehet segítséget kérni? Hát alapvetően a standard telefonszám most már a 112 egységes szám. Erről annyit kell tudni, hogy ez az ország egész területén, hogyha ezt a számot valaki föltárcsázza, ezt azonnal fogadja az országban kettő központ van, egy Miskolcon és egy szombathelyen, és ott, aki fölveszi ebben a központban, azonnal tudja, hogy hova kell irányítani azt a hívást, és a, akár a tűzoltók, akár a rendőrség, akár a mentők felé továbbítja a jelzést. Amennyiben tudja, hogy nem szükséges mondjuk mentő, csak valamilyen tűzoltói beavatkozás, akkor a 105, hogyha a mentők kellenek, a 104, vagy hogyha a rendőrség, akkor 107 tehát ezek a segélyhívó számok, ezek még élnek, de az egységes segélyhívó száma 112.